iszonyatosan megrázó, ahogyan az ütközés pillanatától kezdve bekövetkezett ez az egész, és szinte hallani a fülembe még a sikoltásokat, a sírásokat, a nyöszörgéseket. Felelevenedik, ahogy a busz ráfordult a sinekre, majd a vonat belecsapódott, maga előtt tolta. A tragédia helyszínén lévő lelkek pedig megmutatták jelenlétüket. Az érkezésünk után lévő percekben hatalmas robbanásra figyeltünk fel. Mindannyian döbbenten a hang irányába fordultunk. Az 55-ös út néhány száz méterre tőlünk elkanyarodott, ahol egy hatalmas fa állt, ami eltakarta az út egy rövid szakaszát. Az óriási durranás után szinte azonnal sziréna hangját hallottuk, majd megjelent egy tűzoltó autó. Kató pedig ekkor hallotta meg az első üzeneteket a lelkek felől. Először csak egy lélek üzent, majd pedig szinte az összes ott lévő szeretett volna valamit elmondani. Tehát azt mondom, hogy itt a 12 elhunytból legalább 9 még mindig itt bolyong. Ott van egy olyan gyermek, egy olyan fiúcska, akin én kék nadrágot látok, sötét kék nadrágot, illetve mindenféleképpen egy csíkos pólót jelenít meg. Tehát ez az ő tüzéke, és a labdát tartja, tehát az, hogy ez volt neki úgymond a szenvedélye, tehát hogy rajongott a fociért. Az, hogy beszélhetnek egy médiummal, aki látja és érti őket, felerősítette a jelenlétüket. Az energiák pedig összeadódtak. Kiss Kató léleklátó a vendégünk itt a stúdióban, és Bencével már egy kicsit itt zavarban. Mindketten izgulunk egyébként. Igen, mindketten nagyon izgulunk, hiszen azt gondolom, hogy ez az első alkalom, és nagyon különleges, hogy egy ilyen emberrel, akinek ilyen képességei vannak, beszélgetünk. Rögtön az első kérdésem, hogy hányan vagyunk most itt a stúdióban, azokon kívül, akik tényleg testtel, lélekkel itt vagyunk. Szia, Kató! Sziasztok, és szeretettel köszöntök mindenkit. Sokan vagyunk a stúdióban, az élőkön kívül is vannak holtak természetesen. Mindenkihez kapcsolódik valaki, valamilyen elhunyt szerette. Te emlékszel arra a pillanatra, amikor rájöttél, hogy neked ilyen képességed van? És ehhez egyfajta embertípus kell, ez egy, nem tudom, hogyha úgy tetszik, kiválasztott lét, vagy erre mindenki képes lehet? Én magam azt vallom, hogy mindenki így születik ilyen képességekkel, csak a szüleink kinevelik belőlünk. Tehát a gyerekek 7 éves korukig látnak egyébként, de ugye ilyenkor a szülők azt szokták mondani, mivel megrémülnek, hogy nincs ott senki, feküdj vissza, aludj nyugodtan, rosszat álmodtál, ugye holott a szülőnek már feláll a hátán a szőr, de ezzel el is ódázza. Most akkor egy nagyon zárójeles, gyors történet. Az én kisfiam 2 éves, és körülbelül mióta tud beszélni, mondja, hogy Maria Gagia. Maria Gagia ott van, Maria Gagia itt, most Maria Gagia, nem szoktam neki emlegetni. Én rákerestem, egy olasz néni amúgy, és ő jön velünk mindenhova, de én életben tartom neki Maria Gagiát. Bocsánat, említetted, hogy mindenkihez kapcsolódik valaki. Speciál a Bence, meg körülöttem látsz valakit? Erre egyébként etikus a te nézeted szerint válaszolni? Vagy lehet erre válaszolni? Vagy ezzel befolyásolsz? Nyilván befolyásolsz minket, hogyha mondasz valamit. Nem nagyon szokott érdekelni, hogy kit mivel befolyásolok. Hogyha jönnek az intuíciók, azokat ki szoktam mondani. Ezek a legváratlanabb pillanatban szoktak egyébként megérkezni. De a Bencénél elég egyértelműen érezni, hogy ő nagyon-nagyon spirituális, tehát ugyanúgy médiumi képességei vannak a Bencének, tehát nagyon nyitott a koronacsakra. És ez nagyon érdekes, mert rólam lehet, hogy ez egy védekező mechanizmus, de azt gondolják, hogy én nagyon ilyen racionális és materiális ember vagyok, de akkor ezúttal is az a látszat. Az a látszat, a páncél. Jaj, de nagyon örülünk, hogy itt vagy. Rögtön neked is szegeznénk a kérdést, amit itt majd boncolgatni fogunk még egy picit mélyebben, hogy milyen élet van a halál után? Én azt mondom, hogy itt a földi létezésünk az olyan, mint egy színpad, mint egy színház, ugye mi vagyunk a szereplők, Isten ránk méri a feladatokat, és attól függ, hogy ki hogyan játsza a szerepét, megkapja vagy a jutalmát, vagy a büntetését, és én azt vallom, hogy a halála nem ér véget az élet, tehát mindenképpen van élet a halál után, erre nagyon-nagyon sok bizonyosság szolgál, holott én is egy nagyon-nagyon szkeptikus ember vagyok. De ez egy Szóval te látsz lelkeket, akik ugye testben már nincsenek itt. De én azt gondolnám, erről ugye azt mondtam, mindenkinek van véleménye, vagy leginkább meggyőződése, ezt mondtam, amikor konferáltam ezt a beszélgetést. Én úgy gondoltam volna, vagy azt gondolnám, hogy ha már nem ebben a földi testben vagyunk, akkor nem is így gondolkozunk, akkor megszűnik ez a materiális lét, és nem úgy jövünk vissza, mint egy szellem, aki üzenget ilyen verbális úton, vagy ez a még élőknek kódolt üzenete? Most nem biztos, hogy értetően fogalmaztam, csak mi gondoljuk róluk így, hogy ők így léteznek ilyen szellemként, mert így tudjuk egyáltalán elképzelni őket? Vannak az itt ragadt lelkek, akik valamiért még ragaszkodnak a földi léthez, ugye így szellemformájában a lélek marad itt, és akkor őnekik bizonyos dolgokat kell közvetíteni az élők felé, mert ők úgy érzik, vagy éppenséggel ezt ők maguknak így kitalálták, hogy akkor majd azzal segítik a szeretteiket, mert mondjuk az életükben nem úgy viselkedtek velük, ahogy kellett volna, és akkor halál után megpróbálja kompenzálni. Olyan egyértelmű jeleket tudnak adni, amit azt mondom, hogy ilyen csak a filmekben van. Hogyha nem élem át, akkor nem hiszem el. És elég sok ilyet átéltél már, ugye van egy videósorozatotok, amiből látunk is az imént egy részletet. Mi adta ennek az alapját? 2 epizód van már, ami fönt van a neten és megnézhető. Elindult ez a Lélek utakon sorozatunk, ami tulajdonképpen 2 csodálatos embernek köszönhető, akik mellém álltak, mert úgy gondolták, hogy ebből mi tudunk alkotni valami fantasztikusat. Bejött ez a gondolat egyébként, nagyon úgy érzem. Én azt mondom, hogy mind a 3-an a saját szakmánkban jók vagyunk, és ettől van sikere ennek a sorozatnak már most. Szeretnénk megmutatni az embereknek azt, hogy igenis létezik valami a halál után, tehát egy kis vigaszt adni, vigaszt nyújtani, bizonyosságot adni arról, hogy attól, hogy eltemeti a szerettét, még ugyanúgy tud hozzá beszélni. Na de nagy különbség van a között is, hogy most itt ragasztjuk azt a lelket, vagy éppenséggel a lélek ragaszkodik hozzánk. Mert nem egészséges, hogyha mondjuk mi tartjuk itt, az sem egészséges, hogyha a lélek tapad ránk. Tehát megvan itt is az arany középút. És mi a terv ezzel a sorozattal? Mi lesz a kifutása? Hát tervünk nagyon-nagyon sok van, rengeteg van a tarsolyban. Be szeretnénk járni különböző helyeket, nem lövöm le előre a poént. Mindenféle területen szeretnénk kicsit kutakodni, és fölemlegetni a történelem kis morzsáit, fölszedegetni, belepillantani, és ugye a lelkek szemével látni a dolgokat, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog. És nagyon izgalmasan hangzik. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és még itt is maradsz velünk, meg itt is vagy velünk, hiszen folytatjuk nem sokára innen ezt a témát. Elmegyünk most egy nagyon rövid szünetre, de maradjatok velünk, nem sokára jövünk. Sziasztok, ez újra az Én vagyok itt, az M2 Petőfi TV-n, és folytatjuk az előbb a szünet előtt megkezdett témánkat, miszerint van-e élet a halál után? És nagyon úgy tűnik, hogy van. Kiss Kató léleklátóval és Pollák Dávid iskola lelkésszel ülünk itt, de közben Katóval váltottam néhány szót a szünetbe, úgyhogy a torkomat egy kicsit köszörülöm. Nyugodtan mondjuk el szerintem, hogy itt van a nagypapád is valószínűleg. Na jó, most szerintem most ebben nem menjünk bele ilyen mélységbe, mert egyrészt ez messze vezetne, és most így nem tudok ezzel ebben a pillanatban mit kezdeni. Inkább Dávidhoz fordulnék, aki hallgatta a beszélgetés első felét. Mi az, amivel ebből te tudsz azonosulni, és mi az, amit másképpen látsz? Mindenképpen tudok azonosulni. Nagyon megütötte a fülemet, ugye Kató hangsúlyozta, hogy biztos vagyok benne, és saját meggyőződésem, hogy van élet a halál után, és ezt én is meg tudom erősíteni, nekem is lelkészként saját személyes élményeim is vannak, illetve rengeteg emberrel, főleg fiatalokkal, akikkel foglalkozom, nekik is vannak saját személyes élményeik, tehát, hogy találkoztak valakikkel, esetleg hangokat hallottak, vagy pedig elindult az Istennel való kapcsolatuk. Ez mind-mind azt erősíti, hogy ez a földi élet, amiben élünk, ez csak egy pici szelete annak a hatalmas nagy valaminek, amit mi még nem is egészen értünk, de mégis tudjuk, hogy van. Diákok gyakran kérdezik tőled, hogy milyen élet van a halál után? Természetesen. Ez egy olyan kérdés, amit nem mernek elsőre föltenni, valahogy ez egy kicsit tabu érdekes módon. Ugye mindenki a jelen világ megfogható dolgaira, pénz, szexualitás, karrier, párkapcsolatok, ezek izgatják a fiatalokat is, meg hát a felnőtteket is, de én készítettem egy felmérést még a diplomámhoz, a fiatalok körében, és meglepő választ kaptam, amikor ugye nem kell egymás szemébe nézniük, hanem titkon ezt a választ megadhatják, akkor a diákok 72%-a állította, hogy biztos benne, hogy van valamiféle élet a halál után, és mindössze csak a 15%-uk mondta azt, hogy biztosak benne, hogy nincs semmi, vagy nem él tovább a lélek. Ez nagyon nehéz azt mondani, nem? Tehát emberként ezzel a tudattal, amikor nem tudjuk felfogni igazából a halál fogalmát és a végtelen fogalmát, azt állítani, hogy lesz egy megszűnés pillanata, hát azért az olyan, hogy kinek van ehhez lelki ereje. De mondjuk egy pillanatra Katóhoz kanyarodva, hogyha az ember ezzel elkezd foglalkozni úgy, hogy nem tud sok mindent erről, bár nem tudom, hogy exakt módon mit lehet erről tudni, sokkal inkább érezni a dolgokat, akkor bajt tud kreálni. Tehát ha most mi megpróbáljuk például a nagyapáink szellemével gondolsz itt arra, ami szerintem gimnazistaként vagy általános iskolaként megpróbálnak szellemidézés, meg ilyenek. Szóval ezzel lehet bajt kavarni? Ezzel óriásit. Tehát a legnagyobbat lehet kihívni maga ellen, mert nem biztos, hogy éppenséggel az jön át, akit te szeretnél. Tehát ott megnyílnak a kapuk, és sajnos átjönnek azok a lelkek is, akik iszonyatosan tudnak ártani, és utána meg tud zakkanni az ember agya, olyan szinten, hogy skizofréniával párosul, vagy soha többé nem lesz épp elmélyül. Tehát nagyon veszélyes. Távol álljon tőlem, hogy vitát generáljak köztetek, de ezzel a fajta felfogással, Dávid, mit kezd mondjuk a vallás, a hitbeli meggyőződés? A Biblia tanítása, Isten és Jézus tanítása Bibliában nagyon egyértelmű ezzel kapcsolatban. Mindenképpen hangsúlyozzák, hogy vannak ezek a lelki dolgok, spirituális dolgok, és mindenképpen működnek olyan emberek, személyek, akik ugye, tehát a Bibliában is olvasunk jósokról, csillag, meg számisztika, meg mindenféle dolgokról. Isten nagyon egyértelműen elmondja azt, hogyha az ő segítségét hívjuk bármiféle jövővel kapcsolatos, jelennel kapcsolatos kérdésünkhöz, akkor a jó oldalra állunk. De hogyha az Isten nélkül próbálkozunk, és kivesszük őt a képből, és valami olyan személyhez vagy erőhöz fordulunk, akinek semmi köze Istenhez, akkor egy nagyon-nagyon nagy bajt szabadíthatunk magunkra, és nekem több olyan diákom is volt, akik benne voltak olyanféle szeánszokban, vagy akár reikizés, vagy bármiféle olyan dologban, ahol olyan dolgokra nyitották naívan ki magukat, remélve valamiféle gyógyulást, vagy gyerekkori sérülésekből való gyógyulást, hogy közben nem jobban lettek, hanem rosszabbul lettek, és segítségkiáltásként jöttek hozzám, és miután egy személyes kapcsolatuk elindult Istennel, onnantól kezdve ezek a dolgok kitisztultak. Szóval ugyanúgy a Star Warsban is van az erőnek jó és sötét oldala, ugyanúgy most is. Hát így van. Igen. Kató, te például, itt láttam, hogy az előbb, amikor Dávid beszélt, nagyon bólogattál. Én is erre figyeltem. Te azt akarod kérdezni, amit én? Nem, lehet, hogy intim a kérdés, de te hívő ember vagy? Igen, tudtam, hogy ez jön. Hiszek Istenben. Nagyon hiszek Istenben. Egyébként azt szoktam mondani, hogy mindegy, hogy hogyan nevezzük, én biztos vagyok abban, hogy van valaki, úgymond idézőjelesen odafent, ugye itt a vallások szerint ez megoszlik, hogy kit hogyan nevezne, de én istenhívő vagyok, katolikus keresztényként nevelkedtem, viszont a buddhista tanok állnak nagyon közel hozzám. És te például szoktál szeánszokat tartani? Már nem. Nagyon veszélyes, és megütöttem a bokámat én is. Borzasztóan veszélyes. És azoknak a fiataloknak azért itt nagyjából ott össze lehet kapcsolni a két történetet, amiről beszéltetek, hogy ugye, tehát ugye ennek van negatív oldala, sőt, aki nem hozzáértőként, de te, mint hozzáértő, te is azt mondtad, hogy leálltál ezekkel a fajta szeánszokkal, tehát hogy ezt lehet egyáltalán jól csinálni? Vagy azoknak a fiataloknak mit tudnál találni? Hiszen itt mindig arra lyukadunk ki, hogy keresik a fiatalok is, az emberek keresik a választ arra, hogy mi van az élet után, illetve hogy azokkal, akik már eltávoztak közülünk, azokkal hogy tudják felvenni a kapcsolatot. Itt azért szeretnék különbséget tenni, tehát amire azt mondtam, hogy már nem csinálom, az az ódzsa tábla, ugye boszorkány tábla, amit úgy neveznek, iszonyatosan veszélyes, és nagyon-nagyon sok diák kipróbálja egyébként, amivel valóban megnyitják azokat a kapukat, amiről ezelőbb már szó volt. Az, hogy közvetítek lelkeket, üzeneteket, ezt már nem szeánsznak nevezem, hanem ez közvetítés, mert ez bárhol, bármikor, bárkivel előfordul. Vannak olyan előadásaim, amikor ugye a halálról beszélgetünk, interaktív módon, és utána, ha akarom, ha nem, megjegyzem, hogy ő mellette ez áll, ő mellette az áll, ezt és ezt üzeni, de ez teljes mértékben Isten nevében történik. Tehát én azt mondom, hogy Isten adta a képességeimet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. És Dávid, a lelkek ügyében, lélekvándorlásról hogyan vélelkedik, ha nem is az az ábra, ami a kezedben van, de mondjuk a... Ez az ábra nagyon jól szemlélteti, hogy hogyan vélekedek én, illetve a kereszténység a lélekvándorlásról. Valóban az ember ugye keresi, hogy mi a válasz, de a Biblia egyértelmű, hogy nincs a lélekvándorlás, tehát az embernek van egy lehetősége az életben, és nem születik újra. Ugyanaz a lélek nem születik vissza egy új emberi testbe, vagy állati, vagy bármilyen testbe. Ugye ez a buddhizmusban, vagy a brahmanizmusban, hinduizmusban van. És ez egyfajta felelősséget ébreszt. A zöld vonal azt ábrázolja ezen az ábrán, ami összefoglalja a kereszténység lényegét, hogy ugye Ádám és Éva korában az embernek még volt egy egyenes útja, az édenkertben egy boldog eredeti állapota. A fekete nyíl azt mutatja, hogy az ember ettől eltért, belépett az ember életébe a bűn, és a vörös vonal azt jelenti, hogy már úgy születünk meg, és éljük le az életünket eleve, hogy elszakítva Istentől, és ott van a kereszt, ugye Jézus volt a híd, és rajta keresztül, ha vele kapcsolatot teremtünk, akkor visszatalálhatunk ebbe az eredeti állapotba. És ott bekövetkezik a halál, és a halál után, hogy hova kerülünk, az nem az dönti el, és itt tévednek a legtöbben, hogy jók voltunk-e vagy rosszak, hanem az, hogy volt egy személyes kapcsolatunk Istennel, és ilyen módon ugye a Biblia azt tanítja, hogy egy dobásunk van, és Isten mindenkit így meg fog mérni, és igazságosan, és nagyon sok szeretettel. Hát ebben bízhatunk. Igen. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Még tarthatnánk ebből jó pár felvonást ebből a beszélgetésből, ezt sajnos most itt le kell zárni.